Gömbös Gyula, 1928-ban honvédelmi államtitkár, 1929-ben honvédelmi miniszter. Ebben a minőségében kísérte el a kormányzót a szegedi fogadalmi templom avatási ünnepségére, a Jászkun huszárok gorodoki emlékünnepén. Pályafutásának legmagasabb állomásához 1932. október 1-én érkezett, a kormányzó Magyarország miniszterelnökévé nevezte ki. Az új miniszterelnök első programbeszéde a TESZ erkélyéről. Mit értek én magyar föltámadás alatt? Értem a békék revizióját, értem az igaz magyar testvériséget. Nem akarok különbséget tenni társadalmi osztályok között. A magyar munkás épp úgy testvéremnek tekintem, mint előkelő paloták lakóját. Értem a minden napi kenyér megteremtését mindenki számára. Értem a feltámadás alatt azt az öncélú nemzeti politikát, amelynek fontosságától minden magyar embernek egyformán át kell, hogy hatva legyen. Kérdezem tőletek tehát, magyar testvérek, mit akartok? Isten áldását a ti és az én munkámra! Itt is, mikor az Alföld szívébe jöttem, mint testvér jöttem, hogy itt is hirdessem azokat az eszméket, amelyekre fölépíteni kell az új Magyarországot. És én azt hiszem, hogy ez a józan nép, amely megmutatta, hogy rövid évtizedek alatt ebből a somok sivatagból kultúrát teremtett, amely megmutatta, hogy szorgalmas magyar munkával mit lehet teljesíteni, hogy ez a józan nép, amelynek elsősorban kívánom érdekét képviselni, ez a józan nép megérti hívószavamat, és nem, nekem nem kell agitálnom, hanem csak táborba szólítanom minden magyart, hogy együtt menjünk a nagy célok felé. Vidéki körútján lelkesen fogadták. A tavaszi mezőgazdasági kiállítások. A nemzetközi vásáron. A nemzeti munkahéten. A turul dísztáborozáson. Garden Party a várban. A kormányzó 15 éves jubileumi ünnepségén lóháton kísérte az államfőt a vérmezőn. 1935 elején a kormányzó megbízásából megalakította a második gömbös kormányt. Sűrűn folytatott személyes tárgyalásokat idegen kormányfőkkel és államférfiakkal. Dollfuss osztrák kancellár lelkes fogadtatása Budapesten. A Duce képviseletében Szúbics olasz külügyi államtitkár kereste fel. Tárgyalásai Musanov bolgár miniszterelnökkel. Göring német birodalmi miniszter látogatása. Gömbös Gyula gyakran utazott külföldi tárgyalásokra. Többszörös római és bécsi útja alkalmával jött létre az olasz-osztrák-magyar egyezmény. Azzal az érzéssel hagyom el Bécset, hogy fennálló barátsági szerződésünk érdemében sikerült a továbbiak számára a két ország gazdasági relációit kimélyíteni. A miniszterelnök látogatása Hitler kancellárnál Berlinbe. A török barátsági szerződés meghosszabbítása után Rodostóban felavatta a Rákóczi házat. Szarvas vadászaton Göring miniszterelnöknél. Susnik kancellárral Bécsben folytatott tárgyalásai után 1936 tavaszán Rómában megerősítették a bevált hármas egyezményt. A sikeres tárgyalásairól hazaérkező miniszterelnököt a kormány tagjai fogadták a déli pályaudvaron.